Amikor március 12-én a listavezető Deac Campus Fesztivál 2020 otthonában hosszabbítás után 111-106-os vereséget szenvedett a Sunshine Nyikse, sem a vezetők, sem a játékosok nem tudták, hogy számukra az volt az idény utolsó mérkőzése. A szövetség döntése értelmében ugyanis bajnokok és kiesék nélkül befejeződtek a pontvadászatok. Bizonyos szempontból fájdalmas volt a döntés, de hát a lehető legjobb és a legfontosabb döntés született, én azt gondolom mindannyiunk érdekében. Ez így volt helyes, bármennyire is szokon esik itt mindannyiunknak, mert a kosárlabda azért az nagyon fontos mindenki számára, akik szeretik ezt a sportágat, és főleg olyan pozícióban voltunk, ami bíztató volt a következő időszakra is, de ezekkel szemben nézünk, és ez nagyon fontos, hogy ilyen jó döntést hozott a szövetség. A Sunshine Nyikse 16 mérkőzés játszott az NB2 keleti csoportjában, a nyíregyháziak 12 győzelemmel és 4 vereséggel a tabella 3. helyén állva fejezték be a csonka szezont. A legfontosabb az, hogy működött, meg működik ez az egyesület, és ezen belül ez az NB2-es csapat is. Fontos, hogy olyan játékosok, akik nem ütik meg azt a szintet, hogy NB1-ben játszanak, vagy tehetségüknél fogva, de inkább azt mondhatom, hogy elfoglaltságuk, egyéb problémák miatt nem kerülnek olyan helyzetbe, hogy olyan szinten játszanak. Legyen egy ilyen lehetőség itt a megyében, hogy ilyen szinten is tudjanak bizonyítani. Ez egy kihívás a számukra, a számunkra, hogy ebben a sportágban próbáljunk minél jobb eredményt elérni. Én azt gondolom, hogy ennek maximálisan nem mondom, hogy eleget tettünk, hanem inkább az, hogy képviseltük ezt a megyét. A Nyiksének neve lett az országos szövetségnél, is. Az utóbbi években szép eredményeket értünk el. Az idén is az esélyes csapatok közé számítottunk. Menet közben is alakult a csapatunk, és én azt gondolom, a kezdeti nehézségek után még erősödtünk is egy-két játékossal, akikkel talán elérhettük volna azt a célt, hogy az első kettő között végezzünk. Mint Kovács Tibor elmondta, igyekeznek segíteni a játékosokat abban, hogy a korlátozások ellenére se kelljen lemondaniuk a mozgásról. Egyre több gyerek és felnőtt kosarazik a csapatainkban. Most már az U9-től az NB2-vel bezárólag minden korosztályban vannak csapataink. Mi is a kényszerben mindenféleképp próbáltunk lépni. Én eleve mindig abból indulok ki, hogy az emberi oldal a legfontosabb. Utána jön a szakmai rész, de ha az emberi oldalak nem teszünk eleget, akkor utána nem lehet építeni a szakmára sem. Természetes, hogy tartjuk a kapcsolatot minden héten, de inkább még gyakrabban is a gyerekeknek, a felnőtteknek a hogy létéről érdeklődünk, bíztatjuk őket, beszélgetünk velük, és természetesen a szakma is előtérbe kerül. Kiküldött fizikális, otthon végezhető feladatokkal. Most a hétvégén, illetve egy-két napon belül olyan feladatokat fognak készhez kapni, ami lehetőség szerint akár labdával végezhető, ügyességfejlesztő feladatok, hát megpróbálunk mi is arra készülni és készíteni a játékosokat, hogy itt a bezártság mellett is azért megfelelő szinten tudják tartani magukat.